Hello, hello, sziasztok, remélem jól vagytok. Ma úgy uh, kicsit úgy nézek ki, mintha félrehez akarnék menni. <laughs> Amikor tulajdonképpen ez csak a függöny. Mert mindegy. Szóval ma uh, nem egy francia leckét fogok csinálni, hanem ilyen műzlit um, fogok csinálni. Még akkor is, ha nincs meg minden hozzávaló, azért ezt így um, körülbelül hogy össze fogom hozni, hogy mm, valami legyen belőle, uh, valami finom, amit tetszeni fog mindenkinek, nektek is, a gyerekeknek is, mindenkinek. <laughs> És hát uh, próbáljuk ki ezt a receptet együtt. Szóval, veszünk ilyen brazil diókat, amiket nagyon pici darabokra összevágunk, és belerakjuk ebbe az edénybe. Tudni, nyílik nem tudom, hogy mit, mennyiből, mennyit rakok bele, ezt csak körülbelül rakom, és ha van olyan dió, vagy valami, ami nektek nem tetszik, azt nyilván ne rakjátok bele. Akkor ugyanazt csinálom ezekkel a pecan diókkal, nagyon picire összevágom és belerakom, és most jönnek a kesú diók, amit ugyanúgy nagyon picire összevágok, és belerakom. Így körül körülbelül összekeverem őket, és hozzáadok tök magot. Ezt is nagyon szeretem, úgyhogy azért rakok bele ennyit, de mindenki úgy csinálja, ahogy akarja ízlésre. Utána jön a lénmag, mert hát az egészséges, úgyhogy rakok bele. Utána belerakok ilyen mandulát, ami már így össze volt vágva, meg minden, és most jön a zappehely. Abból nagyon sokat kell belerakni. Nagyon sok zappehelyet, és még hozzáadok ilyen szézám magokat is. Berakok melegedni napraforgó olajat, utána belerakok egy kis magyaró krémolajat, plusz a magyaró krémet, mert én magyaró krémmel akarom csinálni, de ez nem köteles akkor akármilyen olajat használhatok tulajdonképpen, az enyémben nincs elég, úgyhogy lehet, hogy még hozzárakok egy kicsit, így. Aztán hozzárakok mézet, az összes méz, ami itthon van, ez a két kanálnyi méz, úgyhogy ez nem lesz elég. Szerintem még ilyen juhár is hozzáadok, így, né? Ó, elkezd buborékolni elég érdekes ez a jó rupa, hogy belerakom, így elkezd buborékolni, amikor az előtt még nem is főt annyira. Na mindegy, az összes fahéjat, ami itthon van, azt is belerakom, ez szerintem ne, nem elég, sokkal többet raktam volna bele, de mindegy, ennyi van csak itthon. Aztán um, rakok bele még vaníliát. Én imádom a vaníliát, úgyhogy nagyon sok vaníliát rakok bele, de lehetne még többet is, vagy lehetne kevesebbet is, tök mindegy. Azt javasolom, hogy ezt um, ilyen nem túl erős olajjal csináljátok, szóval ne legyen olivaolaj, de lehet akár lénmagolaj vagy kókuszolaj is. Össze kell keverni a többi mm, dologgal, amit csináltunk az előbb, azzal a műzlivel meg ezekkel, és belerakni a sütőbe. Szóval beleraktam a sütőbe 165 fokra, egy fél órára, és minden 5 percenként keverni kell, hogy ne égjen oda, és megmutatom nektek, hogy hogy kell összekeverni. Szóval ezt úgy csináljuk, hogy egy húsforgatólapáttal minden öt percenként kiveszük a Sütőből, és csak így megbögdössük, mert az bőven összekeveri, és ha tényleg jobban akarjátok keverni, akkor ki kimegy az összes mellé, meg minden úgyhogy nem javasolnám, ez a legegyszerűbb és a leghatékonyabb dolog. Szóval itt már jól lebarnult, úgyhogy én még adok hozzá a kókuszot, a kókuszot a végén kell hozzáadni, mert különben leég, és amikor hozzá, a kókuszot akkor még egyszer 5 percet öm, bele lehet rakni a sütőbe. Most, hogy kihűlt, ketté feleztem, az egyik felébe rakok asszal gyümölcsöt, itt megyet, meg áfonyát. A mazsolát nem nagyon szeretem, úgyhogy azt nem rakok bele. A másik felébe rakok ilyen kukiznak való csokit, tejcsokit, meg olyan öm, keserű csokit is. De tulajdonképpen a gyümölcsöket, meg a csokit, meg mindent össze lehet keverni. Én csak ilyen két különböző ízű műzlit akartam csinálni, mert szerintem így jobb, de utána lehet összekeverni. Ahogy akarjátok, mindent azt raktok bele, amit akartok, mindent csak ízlésre, ahogy gondoljátok, többet, kevesebbet, mindent ahogy csak szeretitek, és tök jó lesz. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és nem sokára találkozunk egy másik videón, akármilyen típusú videón, francia leckén, valami dinka recepten, akármi. Remélem, hogy jól vagytok, még nem mentem férhez, és nem sokára találkozunk. Sziasztok!